Vidám muzsikával és nézőkkel telt meg vasárnap délelőtt a Ciróka Báb Színház udvara. A családok az udvari nézőtéren foglalhattak helyet, ahol az előadás alatt maszkban kellett lenniük, de ez semmit nem rontott az élményen. Keresztes Nagy Árpád Krisztus Urunk és a Furúja című vendégelőadásában kiderült, hogy kitől kapta a magyar juhász a furúját. A Báb Színház a Furúja szó és a Dudanóták mellé gyereknapi meglepetésekkel is kedveskedett a nézőknek, méghozzá előadás előtt és után is. A műsor előtt Túró Rudit kaptak a legkisebbek, a végén pedig mindenki húzhatott egy meglepetést a Ciróka zsákba macska dobozából. Személyes konzultációt tartunk, amelyen mindenki elmondhatja a véleményét az elmúlt csodálatos időszak fejleményeiről. Nem kell félni, nem harapok! Ja, hangrögzítő eszköz még a gazdáiból. A Ciróka társulata nem feledkezett meg a nagyobb gyerekekről sem. Vasárnap délután mutatták be az Állatfarm című osztálytermi előadást, ami George Orwell azonos című regénye alapján készült. A produkció zárt körű bemutatóján a Bányai Júlia gimnázium diákjai vehettek részt. A hatalomról, egyenlőségről, korrupcióról és manipulációról szóló regény feldolgozását interaktív részekkel egészítették ki. A fiatalok az előadás egyes részein nem csak véleményt mondhattak és szavazhattak, hanem a történet alakulására is hatásuk volt. Az előadásban Fülöp József, Krucsó Júlia Rita, Lendvácki Zoltán és Szörényi Júlia alakítják a karaktereket, Banditól Napóleonon át hógolyóig. A színészek az előadás végén feldolgozó beszélgetésen kérdezték meg a diákokat a látottakról. Az osztálytermi előadás premierjéről bővebb összeállítást láthatnak keddi Múzsa magazinunkban.